Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket itt a Sziasztában. Számos érdekes témával jöttünk ezen a héten, és érdemes lesz velünk maradni. Az ünnepvárás jegyében köszöntöm szeretettel dr. Úrik Attila alpolgármester urat, illetve Kovalec Róbertet, aki a Nyírvivi irodavezetőjeként érkezett hozzánk. December 2-án adventi forgatag kezdődik, indul, meséljetek róla egy kicsit. Hát először is köszöntöm a televízió nézőit. Ugye eltelt egy év ismét, és megérkezik hozzánk a legnagyobb keresztény ünnepkörünknek az első 4 hete. Már körülbelül 2 hónapja dolgozunk együtt nagyon sok szereplővel azon, hogy valamit változtassunk az eddig megszokott nyíregyházi adventi programokon. Ebben nyilvánvalóan a Nyírvévé nagyon nagy segítségünkre volt, de említhetném mellettük a TDM-et, a színházat, a könyvtárt, a múzeumot, mivel egy nagy tímmunkának az eredménye az, hogy változtattunk egy nagyot az ez évi adventen. Nem csak az elrendezésén, hanem a programjain is. Ugyanis lényegében december 1-2-ától, advent első vasárnapjától kezdve a Kossuth téren hétfő kivételével mindig lesz színpadi műsor. Lesz Mikulás bácsi nyilvánvalóan, aki rendel a jó és a rossz gyermekeknek egyaránt, és biztos, hogy az ajándékot majd meghozza a Mikulás, a Krampusz, és majd meghozza a Jézuska és a gyerkőknek. Ugye sokkal nagyobb fánk van, sokkal több fénnyel, tehát a Nyírvévé nagyon sokat tett ahhoz, hogy ez most meghittebb, méltóbb és érdekesebb is legyen az emberek számára. Megpróbáltunk gondolni minden korosztályra, nem csak a picikékre, akinek hagyományosan jelentős ajándékozó ünnep ez a 4 hétben a karácsony, illetve a Mikulás, hanem az ifjú serdülő korosztályra, mert lesz egy esportos, játékos olyan 4 hetünk, amikor kipróbálhatják a digitális technikának a rejtelmeit, játszhatnak, ameddig éppen idejük engedi. Az idősebbekre is, nyilvánvalóan meg a közép korosztályra is ennek különböző elemeit próbáltuk ötvözni. Lényegében ez most egy olyan puding próbája az evés a részünkről abban az értelemben, hogy az elrendezések, az átrendezések, a tematikus vacsoraestek, a kávézóknak a kijövetele, az árusoknak a kicsit átalakítása, az mind-mind arra irányult, hogy a nyíregyháziak vagy az ide látogatók jobban érezzék magukat. Kicsit kanyarodjunk vissza a karácsonyfához, ugye a város karácsonyfája. Minden évben évről évre egy-egy nyíregyházi vagy nyíregyháza közeli család ajánlja fel ezt a fát. Idén egy 16 méteres fáról van szó. Hogy érkezett meg a belvárosba? A belvárosba a fa a kertvárosi lakos felajánlását követően a hagyományokhoz híven a tűzoltóság és a rendőrség segítségével került. A munkálatok bonyolultabbá alakultak, mint ahogy azt terveztük, elhúzódott a fának a felállítása, legfőképp azért is, mert ugye később történt ez a fának a kivágása. A hónap elején a rally átszervezte a teljes munkánkat, és a teljes hónapunkat ehhez kellett igazítsuk. Ugye november 12-én tudtunk hozzákezdeni a forgatag építéséhez, ahogy a polgármester úr említette, azon kívül, hogy rendhagyó minden értelemben, a kollégáinknak is egy új donságot kellett megépíteni. A megszokott Dózsa-György utcában történő elhelyezés helyett ugye szűkebb körben a Kossuth Lajos tér erre koncentráljuk az építkezést, és minden új, a kollégáknak minden új. Így a fának, visszatérek a fára, a fának a felállítása egy héttel később történt a megszokottakhoz képest, de sikeresen tudtuk felállítani. Ugye idén is van egy-két sajnálatos példa más városokban, hogy azért ez egy nagy feladat. Ismét meg szeretném köszönni a hivatásos tűzoltóságnak és a rendőrkapitányságnak az odaadó segítségét.
Tehát akkor a fa már áll, új díszek is kerültek rá, új fűzérek, ugyanúgy, ahogy az egész városra. Milyen programok fogják egészen pontosan várni majd az érdeklődőket az első héten? Tudod, olyan sok program lesz, hogy kellett most először egy programfüzetet csinálnunk hozzá, amelyet a vásár különböző pontjain megtalálhatnak az érdeklődők, és el is vihetnek magukkal. Ugye december 1-én megnyílik már a vásár, de a hivatalos program az december 2-án indul, ugye advent első vasárnapján, amikor polgármester úrnak a köszöntője után ugye kapcsolódnak majd fel azok a fények, amelyeket mert mi is nagyon várunk, mert tényleg a nyírőjévé, hogy kicsit azt nyelven mondjam, nagyon oda tette magát ebben az évben, és nagyon nagy segítségére volt a városnak, és én nagyon szeretném megköszönni nem csak a vezetőségnek, hanem minden munkatársuknak, akik ebben áldozatos szerepet vállaltak. Szóval nem csak Mikulás bácsi lesz és fellépők, meg sztárvendégek, olyan utcazene például, ami újdonság, tehát a játékok, amik üzemelnek, ugye jön egy olyan meglepetés, amiről majd Robi azért bővebben tud beszélni, egy olyan 30 méter magas körhinta, amely fényárba úsztatja majd lényegében a templom környékét, illetve nagyon-nagyon lassan felpörögve fel lehet menni 25 méter magasra, és ott megnézni a fényes Nyíregyházát, vagy magát az új fényekbe öltözött polgármesteri hivatalt. Szóval nagyon sok mindennel készültünk, abszolút megváltoztattuk magát a nyíregyházi adventnek a elrendezését, attól kezdve, hogy a Mikulás bácsi sem a megszokott helyen lesz, hanem a fa környékén, szóval más helyen van a színpad is, ahogy ezt már a Kossuth téren gyalogló nyíregyháziak láthatták. Tehát nagyon sok minden lesz. Ajánlom ezt a füzetet, tematikus vacsoraestek is benne vannak, ugye 4 étterem az, aki nagyon sokat vállalt, belőle benne van a menü is, amelyet el lehet fogyasztani. A kávézók is, az árusok is, akik jönnek, tehát ez egy akkora szervezést igénylő team munka volt, amert már nem lehetett csak egy sajtótájékoztató keretében elmondani, hanem kellett hozzá egy füzet. Úgyhogy ezt a füzetet böngészszék, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe, meg hát jöjjenek el minél többen, mert most sokkal több fény lesz, ami azt gondolom, hogy a szívet, a lelket gyönyörködtetni fogja majd Nyíregyháza Kossuth terén. Nekem volt szerencsém már belepillantani a műsorfüzetbe, és láttam, hogy rengeteg iskola képviselteti majd magát, és számos előadással készülnek különböző előadásokkal. Milyen érzés ez számodra? Mindig elmondod, hogy mennyire kiemelten fontos az, hogy az ifjúság bekapcsolódjon a város életébe. Milyen érzés? Hát nézd, ez mindig jó érzés, mert várják egyrészt, hogy jöhessenek. Ugye ez hagyományos, hogy a nyíregyházi iskolák, a különböző nyíregyházi civil szervezetek képviseletében gyerekek felléphetnek. Ugye ez két csütörtök bontásban volt, de ez most is megvan. Több lesz sokkal, mert lesz utcazene, sőt lesz zene fent a színpadon, nem csak a sztárfellépők lesznek, tehát nem csak egy-két csütörtök vasárnapban gondolkodunk, hanem amelyet mondtam is, hogy hétfő kivételben mindig lesz valami. A zenészek is nyíregyháziak. Tehát itt, amit mondtam neked, a generációkat, meg a társadalomnak a megjelenítését, a piciktől kezdve egészen a nyugdíjas korosztályig. Itt nyilvánvalóan, hogy mi nyíregyháziak nyíregyháziakra próbálunk támaszkodni, illetve azokra az iskolákra, picikre, ovikra, bárkire, aki megfelelő színvonalas előadással tud készülni, és azt hiszem, hogy az elmúlt évek tapasztalatát figyelembe véve nem hiszem, hogy valakinek valami aggája is lehetett afelől, hogy a picik, a feltörekvő, felnövő nyíregyháziak nem lesznek méltó utódai a most prosperáló embereknek. De mindenek előtt az volt a célunk, hogy kicsit megmozgassuk a teret. Ugye a Városházán is lesz varázslatos karácsony, érdemes megnézni majd azt a díszítést, amiben majd a városnak a krúdi terme ugye majd fel lesz díszítve,
de hátul a régi étteremben is a könyvtár ott lesz, és ott is csinálnak egy ilyen varázslatos könyvtári estéket, a színház előadásokkal készül, tehát nagyon sok minden van, amelyet én szerintem érdemes lesz megnézni, elfogyaszt egy finom kávét, fogyasztva valamit a téren, elsétálgatva, szelfizve, fotózgatva, ahogy ezt a mai modern kor már szinte megköveteli. Úgyhogy nagyon sok minden van, van 20 fenyőfa, például, amelyet a Nyíregyházi Vállalkozó Klubja ajánlott fel, és ugye majd a négy égtel szerinti oviból elvisznek 5-5 darabot, és majd elültethetik, mert ezek cserepes fenyők. Feldíszítik jövő héten kedden a picikék, jönnek, és akkor szépen karácsonyi hangulatba öltöztetik azt az átjáró részt, ami a Kossuth tértől a Samasa tér felé, tehát a templom felé megy. Azt gondolom, hogy megtettünk mindent azért, hogy egy olyan méltó ünnepet teremtsünk, ami Nyíregyháza fejlődéséhez is méltó, és tényleg ez nem megy úgy, hogy az ember bársonyszékből irányít, hanem ott kell lenni. Ugye Robiék már nagyon hosszú hetek óta kint vannak, és Robi személyesen ugye irányítja meg a dolgokat. Nyilván nem egy könnyű dolog, de akkor is megoldottuk ezt a feladatot, amely némiképpen azért jött, mert kritikák jutottak el a fülünkbe, és a kritikákra illő megfelelő választ adni. Azt gondolom, hogy így egy team munkával ez most sikerülni fog, de puding próbálja az evés, jövőre okosabbak leszünk szerintem. És akkor befejezésként beszéljünk egy kicsit az újdonságokról. Említetted a kávézókat, ugye? Mert hogy ez is egy újdonság lesz az idei évben, hogy a kávézók, a Nyíregyháza belvárosában található kávézók kitelepülnek különböző faházikokban. Illetve lesz még egy hatalmas durranás, úgymond, egy körhinta. Mesélj erről egy kicsit. Ugye a polgármester úr említette, már egyrészt a körhintáról is az előbb szinte a lényeget elmondta. Az élményt, amit nyújtani tud ez a körhinta az érdeklődőknek, vagy a bátraknak, akik felülnek rá, az nappal és éjszaka is egy teljesen más látvány. Ez a 25 méter magasan ülő pozíció, ez gyakorlatilag a teljes belvárosra egy látképet adhat, biztos nagyon érdekes lesz. Magam is kíváncsi vagyok rá, hogy milyen Nyíregyháza felülről ebből a pontból. A körhinta telepítése, azt nemrég beszéltem épp az üzemeltetővel, holnap délután, a holnapi nap folyamán fog megvalósulni. Holnap este, ha szerencsénk van és minden jól sikerül, akkor már látható lesz a téren. Ugye tervezünk, hogy holnap délutáni fénypróbát, hogy minden jól sikerül-e. Én bízok benne, hogy ennek a játéknak a fényeit is már láthatjuk majd abban az időpontban. Az a másság, amit említett a polgármester úr, hogy az emberek egy élményt vigyenek haza, ezért alakult az említett team két hónappal ezelőtt. Ugye a NyírVV, mint a korábbi vásároknak a szervezője, feladata koncentráltan egy nagy, színvonalas, szép vásár szervezése volt. Az idei évi nyíregyházi adventnek a neve sem adventi forgatag vagy vásár, nyíregyházi adventről, programsorozatáról van szó. Ennek az üzenete az, hát ha egyszerűen fogalmazok, akkor, és a cél, hogy mi legyen az üzenete, az volt, hogy ne egy vásárlási kényszert érezzenek az emberek, mert van az elég, tehát lehet vásárolni bárhol a városban, hanem egy élményt vigyenek haza. Az élményt, hogy egy koncentráltabb élményt tudjon a nyíregyházi lakos hazavinni, hogyha ellátogat majd a térre, ahhoz szükség volt a változtatása. Ezért lett bevonva a tér kávézói, akik méltán népszerűek, szeretik őket az emberek, mert ők egy kicsit másképp tudnak gondolkozni, mint a megszokott vásárosok. Illetve ezért lettek bevonva a nyilván szintén népszerű éttermek, a John Bull, a Central Hotel étterme, a Lugas és a Chloe New Yorkban étterem, mert egy többletet tudnak adni a vásárhoz, különböző emberek, különböző igényeinek megfelelően lett összeállítva a vásárosoknak az összetétele, a kínálata,
hogy mindenki megtalálja a helyét, és mindenki jól érezhesse magát ott. Biztosak vagyunk benne, hogy ez így is lesz, úgyhogy alig várjuk, hogy elkezdődjön a vásár, és akár minden nap fellátogathassunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi pedig kanyarodjunk vissza kicsit az első Nyíregyháza Rallira, hiszen stábunk ott járt, nézzük vissza a legizgalmasabb pillanatokat. Autópályává változott egészen pontosan Nyíregyháza, rally versenypályává, ilyen még nem volt Magyarországon. Itt dől el Nyíregyházán, hogy ki lesz az idei év abszolút bajnoka. Hungary for the provisional calendar for Idén ismét útjára indította az egy kis dobozni szeretett adománygyűjtő akciót a Jósa András Múzeum. Szeretettel köszöntjük Dohanics Lászlót, a múzeumtól érkeztél hozzánk, és mindent tudsz erről az adománygyűjtő akcióról. Én, amit biztosan tudok, hogy tavaly nagyon sikeres volt, 350 doboznyi adomány gyűlt össze a rászorulóknak. Hogy jött maga a kezdeményezésnek a létrejötte? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Hát igen, benne voltam nyakig én is ebben a dologban, mint szervező a tavaly évben. Tulajdonképpen a múzeum nem csak értéket, kultúrát közvetít, hanem sok mindent felvállal az elmúlt másfél évben, tehát nagyon nyit minden irányba. És akkor jött ez az ötlet, hogy tavaly, hogy egy ilyen kis doboznyi szeretet címen egy olyan programot indítsunk, amelyben hátrányos helyzetű vagy rászorulók részére ajándékot gyűjtenénk.
Ez tavaly nagyon jól sikerült, hisz 350 doboznyi ajándék jött össze, és mellette még ruhanemük is zsákokba. Úgyhogy ezzel felbuzdulva ebben az évben is meghirdettük, és ez múlt héten péntektől indul, és december 20-áig tart. Olvastam a felhívásotokat, nagyon konkrétan leírjátok benne, hogy milyen ajándékokat hogyan érdemes gyűjteni. Így van, tehát mindenféleképpen lényeges az, hogy a csomagolás az szép díszes csomagolás legyen. Nem kérjük, hogy teljesen leragasztva, sokszorosan átkötözve legyen, mert szúrópróbaszerűen azért a kollégák belenéznek a dobozba, hisz a tartalmát szeretnék, hogy tényleg olyan tartalma legyen a doboznak, amelynek az ajándékozó tényleg nagyon fog örülni. Ne kerüljenek bele olyan dolgok, amelyeket mi a felhívásban kértünk, tehát alkoholtól kezdve cigaretta, vagy netán-tán szúró vágóeszköz, vagy olyan játékprogram, amely tehát nem odavaló. Ezért is kértük azt, hogy ezek a csomagok úgy legyenek csomagolva, hogy bele tudjunk kukkantani. Ugyanakkor kértük azt, hogy legyenek felcímkézve, hogyha például egy 8 éves kisfiúnak van, akkor legyen ráírva egy 8 éves fiú, vagy egy 6 éves lány, tehát ez legyen megjelölve. És ami a dolog lényege, hogy üdvözőlapot is lehet beletenni, e-mail címet, telefonszámot nem nagyon kérnénk, mert inkább anonim legyen az, aki ajándékoz, és ez általában így is szokott lenni, mert csak a tavalyi példából adódóan kb. 70 pár cipőt, csizmát is kaptunk névtelenül, és ezek teljesen új boltból kikerült termékek voltak, úgyhogy gondolom, hogy erre kerültek ezek is. Idén, hogy látjátok, érkeztek már csomagok? Igen, elkezdtek beérkezni a csomagok, de ez általában december hónapban szokott úgymond meglódulni, úgyhogy 20-áig várjuk a ajándékokat, és ezt 20-án szeretnénk ünnepélyes keretek között átadni, a tavalyhoz hasonlóan, hisz több civil szervezetet megkerestünk, és olyan egyesületek is bejelentkeztek, mint a Dankórosok Egyesülete, vagy a Értelmi Fogyatékosok Országos Szervezetétől, a Vörös Kereszt, és tulajdonképpen így tudjuk, hogy jó helyre kerülnek az ajándékok. Az ajándékokért pedig ajándékutalvány is jár, vagy belépő inkább? A múzeum ezt tulajdonképpen belépőjeggyel köszöni meg, aki ilyen ajándékcsomagot hoz be, ez december 31-ig tulajdonképpen felhasználható, illetve elnézést, 2019. január 31-ig felhasználható, tehát bármelyik kiállítást meg lehet vele tekinteni, illetve az összes kiállítást, ami most megy a múzeumba. És hát akkor ajánljunk egy kis kiállítást is, hogy miért, nyilván nem csak ezért érdemes adományozni, de hogyha valaki adományozott és betérne a múzeumba, mit érdemes most megnézni? Hát december 16-áig mindenféleképpen a Munkácsi kiállítást. Ennek most lesz egy gyönyörű szép apropója, hisz ha minden igaz, akkor a 30.000. Látogató is beérkezik a múzeumba, de mellette ugye ott vannak az állandó kiállításaink, az aranykincsek, az újfehértói aranykincsek, jelenleg még fut a lengyel-magyar pénztörténeti kiállítás, de van egy 48-as lengyel-magyar történeti kiállításunk, és akkor átkalandozva a Kállai gyűjteménybe, ott per pillanatban a Kállai Iván emlékkiállítás, illetve egy fotó művész párosnak, Horváth Tündének és Révész Gézának a fotókiállítását lehet megtekinteni. Ezzel kapcsolatban voltál is a múltkorában nálunk. Milyen a fotókiállításnak a visszhangja, hogy látjátok? Hál' Istennek nagyon jó, és mondjam azt, hogy ez a Kállai gyűjtemény részére egy olyan kezdeményezés volt, hogy a megyében, városban élő olyan személyek is megmutatkozzanak, akik nem profik, de már hajaznak a profizmus felé. Ilyen volt a múzeumok éjszakáján Koszta Zoltán iparművész, bőrművész kiállítása, aki tulajdonképpen 16 éve autodidakta módon tanulta ki ezt a szakmát, illetve Tünde és Géza is tulajdonképpen a fotózást 20-30 éve folytatják, és elismert fotós Csutkai Csaba is azt mondta, hogy tehetségesek, tehát még előttük a jövő, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel mindkét helyszínre. És hát ha a múzeumról van szó, kihagyhatatlan kérdés ebben az ünnepi időszakban, hogy az idei évben is kint lesztek-e a forgatagban, mint az előző években kis kézműves foglalkozásokkal? Most a kézműves foglalkozással nem, hanem tudomásom szerint a könyvtár fog közreműködni. Mi viszont a Kállai gyűjtemény részéről a Városháza tisztelmébe várjuk a nyíregyházi polgárokat, gyerekeket, felnőtteket, hisz ott lesz 3-ától 16-áig egy kiállítás, ilyen enteriőrökből fog állni ez a tulajdonképpen ez az anyagrész, és azt mondom, hogy látványos lesz, bízunk benne, és Mikulás is ugye ott lesz fent folyamatosan a Városházán, illetve a Mikulásházban, úgyhogy a gyerekek nagy örömére. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, mindenkit szépen buzdítunk az adományozásra. Most pedig programajánlóval folytatjuk. Rózsás Judit üvegfestő kiállítása december 31-ig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Ugyanitt minden ölt és kézzel címmel nyílt tárlat, mely december 20-áig látogatható.
A belépés díjtalan. Ünnepváró programok várják az érdeklődőket a Jósavárosi Művelődési Házban. Ajándékkészítő foglalkozásokra kerül sor december 5-én, 12-én és 19-én 17 órától. Családi délutánra várják az érdeklődőket kézműveskedéssel, közös dalok éneklésével, játékkal, csomagokkal és télapóval december 7-én 16 órától. Karácsonyi családi napot szerveznek a Dongó együttessel és ajándékkészítéssel egybekötve december 16-án 13 órától. A Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület karácsonyi ünnepsége december 18-án 14 órától kerül megrendezésre. Adventi virágkoszorú Korigami volt című kiállítás nyílik Ács Mónika alkotásaiból a Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárban. A megnyitott december 3-án 11 órától tartják. A tárlat december 20-áig ingyenesen tekinthető meg. Önzetlen és adakozó szeretett püspöki ruhában Nyíregyháza fűterén. A Szent Miklós Székesegyház hagyományos búcsúi ünnepe, kiegészülve Szent Miklós udvarával, idén december 8-án 10 órától várja a város apraját nagyját. Az egésznapos rendezvény két fő helyszíne a Szent Miklós Székesegyház és a Kossuth tér lesz. Az adventi forgatagról már mindent tudunk, de vajon magáról az adventről is? Szeretettel köszöntjük Szabó Saroltát, aki a Múzeumfalutól érkezett hozzánk. Kicsit beszélgessünk az advent történetéről. Mikor alakult ki gyakorlatilag az advent, a karácsonyvárás időszaka? Hát ez nagyon régi időszakra vezethető vissza, és hát az advent tulajdonképpen tényleg a várakozás, a reménykedés időszaka, és a néphagyományokban az advent az november 30-a, Szent András naphoz Szent András napot követő vasárnaptól kezdődik, és ugye 4 héten keresztül, 4 vasárnapon keresztül tart, és ezt a régi világban, a régi időszakban ezt böjtel is megtisztelték ezt az időszakot, és itt feljegyzések vannak róla, hogy a Nyíregyháza környékén élő és a Nyíregyházán élő tilpákok is ezt a böjtöt ezt ebben az időszakban megtartották. Tulajdonképpen az advent időszaka az ugye karácsonyig tart, a várakozás időszaka ez a 4 hét, de ebben az időszakban nagyon sokféle ünnep is van, amelyeket régen is megtartottak, és ma már nem nagyon, és vannak olyan ünnepek, amelyeket ma is megtartanak. De ez az adventi időszak a környezetnek is a megtisztulását, megtisztítását jelenti, és a léleknek is, hiszen erre az időszakra készülünk, és várjuk, hogy elkövetkezzen a karácsony napja, és ebben az időszakban már nem tartanak hangos mulatságokat, hiszen ez egy böjti időszak is. Legfeljebb ez alól kivétel a disznótoroknak, a disznóvágásoknak az ideje, de hát ez egy családi, régen ez egy családi esemény volt, és hát ez nem vált ilyen hangos mulatozássá a régi időszakban. És akkor talán beszéljünk egy kicsit, hogyha lehet, hogy mi az, ami, milyen ünnepek vannak ebben az időszakban, hiszen egy részük, mint például december 6-án a Mikulás nap, Szent Miklós napja, az a gyerekeknek egy nagyon várt ünnepe, de december 4-én van a Szent Borbála nap. Ez a régi hagyományokban munkatilalmi nap volt, de ma már ezt nyilván nem tartják be, és egy kicsit az emlékezetből is már kikopott. Viszont egyre erősebb, és minden gyerek várja a Miklós napot, a Mikulást. Ennek is vannak néphagyományai, bár ez a hagyományok körében egy viszonylag fiatal hagyomány, hiszen a 20. század elejétől vannak arra írások, hogy megünnepelték, és a falvakban is járt a Mikulás, felöltöztek férfiak többnyire, szakállat ragasztottak maguknak, arcukat bekormozták, és voltak a krampuszok, ugye
ugye a zöldök fiókák, akikkel végigjártak a kisgyerekes, ahol kisgyerekek voltak. A jellegzetes piros szín már ekkor is élt? Nem, ez még abban az időszakban nem élt, de ilyen nagy svege azért volt a Mikulásnak, és inkább félelmet keltett a gyerekekben, mert kikérdezte őket, hogy jól viselkedtek-e, és hogyha nem jól viselkedtek, akkor bizony egy kicsit, tehát virgácsot kaptak. És az ajándékozás, ami ma már teljesen megszokott a Mikulás napon, az a 1930-as évektől kezdett igazán elterjedni, és a városi hagyomány elérkezett a falvakban is, és a falvakban is a gyerekek kaptak ajándékot, de azért nem kell ilyen nagy dologra gondolni, hanem ilyen, hát amit otthon tudtak készíteni, mondjuk sült krumplit tettek az ablakba kirakott kis cipőkbe, csizmácskákba, vagy esetleg cukorkát, hogyha tudtak venni, tehát ilyen apró ajándékokkal ajándékozták meg a gyerekeket. Ezek az ablakban lévő csizmák, zoknik, mikor alakultak ki? Hát ez a néphagyományban, ez ugye a 30-as évektől vannak első ilyen feljegyzések, hogy akkor már volt. Tehát azért mondtam, de a karácsonyi ünnep kör, ami ugye adventtel kezdődik, és következő év január 6-ával zárul, az abban az időszakban megtartott ünnepeknek vannak, amelyik egészen hosszú-hosszú évszázadokra visszanyúló gyökerei vannak. Hát ez a Szent Miklós nap, vagy a Mikulás, annak pedig a néphagyományok körében nem olyan régen ünneplik. Melyik az az ünnep, amit ebben a karácsonyváró ünnepváró időszakban van, ami igazán régi, talán a legrégebbi? Hát ilyen a Luca nap is, ami december 13-án van, és hát maga a Luca nap, és aztán a karácsony, és aztán az új év is ebben keverednek az évzáró és az évkezdő ünnepek, ugyanis a Gergely-féle naptárreformot azt a 16. században, ahogy ma is számítjuk az időt, azt a 16. században vezették be, és azt megelőző időszakban, a 16. század előtt ez a Luca nap volt az évnek a legrövidebb napja és a leghosszabb éjszakája. Tehát tulajdonképpen akkor volt a téli napforduló. Ugye a Gergely naptár bevezetése után azért az egy elcsúszott pár nappal, kb. Egy héttel, és ehhez a naphoz éppen ezért a középkortól kezdve már nagyon sokféle szokás kapcsolódott, amely aztán a naptárreform bevezetése után is megmaradt. Hát féljósló, időjárás jósló szokások, és ekkor vannak olyan tevékenységek is, amelyeket Luca napkor kezdenek el, és karácsonykor fejeznek be. Így például a Luca szék készítése, ami 13 napig tartott, 13 féle fából készítették, de a Luca búza hajtatása is, amiben egy marék búzát egy kis tálba tettek, vizet öntöttek rá, és akkor ha az karácsonyig szépen kizöldült, akkor reménykedhettek abban, hogy a következő évben jó termés lesz. Ez meg azért volt fontos a régi világban, mert mindenkinek magának kellett a gabonát előállítani, ami a kenyérhez szükséges volt, és azért, hogy a család ne éhezzen, ezért aztán próbálták így megtudakolni, hogy jövőre, a következő évben mire számíthatnak. De hát féljósló szokások is kapcsolódnak, hiszen melyik fiatal lány nem szeretné tudni, hogy ki lesz a jövendőbelie. És hát ehhez is különféle szokások kapcsolódtak. Például ez 13 cédulára 13 fiú nevet írtak föl, és minden nap egy cédulát eltéptek, és ami utoljára maradt karácsonyra, akkor azt gondolták, hogy az a nevű lesz majd a jövendőbelie, de gombócot is főztek ilyenkor a lányok, és hát egyéb más ilyen praktikákat is gyakoroltak, hogy megtudják, hogy mikor mennek férhez, hány év múlva, és hogy ki lesz a jövendőbeliük, vagy hogy milyen foglalkozása lesz, tehát erre különféle eljárások voltak, és ezt a lányok ezt előszeretettel gyakorolták.
tudják. De a Lucanappal kapcsolatosan még egy dolgot szeretnék elmondani, ami azért érdekes, mert ugye a hagyományokban új hagyományok is keletkeznek, és azért ez a Halloween, amit szoktak tartani, és ez a tök lámpásnak a készítése, az a magyar népszokásokban is megvan, de Lucanappkor készítik a tök lámpást, és hát ez ugyanúgy, hogy kivágják a töknek a belsejét, és orrot, szemet, szájat vágnak rá, és egy égő gyertyát raknak be, és tulajdonképpen ezzel ijeszgették azokat, akik bent voltak a házon, mert az ablak elé kívülről tették, tehát akár Lucanappkor is lehetne akár töklámpást is készíteni például. Hát akkor töklámpás faragásra, illetve lányoknak jóslásra fel, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, mi pedig a figyelmet köszönjük, ennyi fért a mai Sziesztába, viszontlátásra!